Pici! Pici! Szeretnék valami sajtot enni. Van? Magyarul van. És élet? Mert élet, már mozog. Pici, ne? Mozog. Akkor lesz szíves megmondani neki, hol ülök. Hanem ide mászik. Jól van, Patrik úr. Hol volt, hogy tegnap három éve nem láttam? A rendőrséget? Miért? Recitáltak, mert nem volt fegyverviselési engedélye. A rendi vadászok? Találtak nálam egy hamis öltengőst. Akkor meg mit hazudik, hogy fegyverviselési engedélye miatt volt a rendőrség? Hát persze, hogy amiatt. Nincs oda marhaság. A hamis öltengős nem fegyver. Hát de én azt nem tudtam, és el akartam sütni. Majd nem szégyellik. Hogy keveredhet ilyenkor? Esküszöm ártatlanul. Szólt egy ismerősöm, hogy nem akarok-e venni 3 öttengőst 40 fillérért. Hát fogtad boldogat? Hát ki gondolta, hogy az hamis? Na nézze, ne adjon a hiba. Miért adott volna az máskülönben 15 fendőt 40 fillérért? Az nem mond semmit. Én tartozom a főpincérnek 20 fengővel. Tudja, hogy eladná ő az hát 5 fengővel? Különben maga hol volt tegnap? Otthon. A feleségem nem érezte jól magát. És mi a bája? Azt nála sose lehet tudni. Mindig fáj valami. Most a fejére panaszkodik. Igaza lehet. A múltkor látom a feleségét, és én is panaszkodtam a fejére. Arja, nem ígérem magamnak, hogy én feleségem gyönyörű asszony volt. Hát egykor lehet, de egy fél kettőkor látom. Annak idején a kezéért? A kezét azt nem láttam. Azon kesztyű volt. Már a fejét lett volna egy fejtű. Nem sokáig fog maga már szemtelenkedni. Mozgalom indult az idegen vonossága kell. Ez rám nem vonatkozik. Az én őseim Árpáddal jöttek be. Árpáddal? Hadsék Árpáddal! Az volt a nagyapám. Azt mindjárt gondoltam, hogy nem Vereckén jöttek át. Mi az a Verecké? Szoros. Hát magának. De én egy sovány ember vagyok. És egyáltalán mit henceg maga? Úgy beszél, mintha egyik őse ügyvéd lett volna a vérszerződésnél. Akar mindent tudni? Az én elődeim. Második Rákóczi alatt harcoltak a labancok ellen. És legalább győztek? Nem. Hát akkor mit van úgy oda? Már látom. Maga ennyi. Tudjam, jöjjön el egyszer hozzá, és én megmutatom magának a címerünket, és a pallósokat. Miket? Pallósokat. Ott van a pallós. Egy nagy pallós, és több kis pallóska. Hogy a falló? Hát ezzel ne dicsekedjen, az van nálunk is, de csak nyáron. És télen? Mert tűnne? Csak nem lopják el. Hát hadná az Isten, de kinek kell az? Talán a cseré. Annak van sajátja. Olyan előkerül cseréjük van. Az apja részt vett a Dózsa féle parasztlázadásban. Mint mi? Hát mint paraszt. De mondja, maguknál, állandóan a falon van a
is sok a régebbi bábiskában. Nálunk egy elkúsz baloska, egy elkúsz baloska. Komolyan mondom, kezd érdekelni, honnan a fenében vannak azok már. Hát voltak be, mikor beúrcolkodtunk. Az előző lakó hagyta a örökségük. És honnan volt az előző lakónak? Hát mondja maga, megőrült? Hát honnan tudja mi? Hát, még jó, hogy nem kérdi, hogy van-e a paloskáknak pedigréjük. Szent Isten, most jövök rá, hogy mire gondol maga. Becsületemre maga egy kék hülye. Hát, na, mesélje, mi újság? A kisebbik fiamnak tegnap volt a születésnapja. Hány éves? Három. Mit tett? Egy peretfa készletet. Peretfa készletet vettek három éves gyereknek? Hát, amíg megnő, én használom. Mit kapott még? Hát, az anyától labdát, a nővérétől csokoládét, és a szomszéd kisfiától kanyarót. Hogy hívják a gyerekét? Hadd se. Azt mindjárt gondoltam, de mi a kert? Bánk, bánk. Hogy, hogy bánk? Hát úgy hívják. De hadd se. A bánk, bánk az egy fin darab. Maga nem hallok még róla. Katonától. A pekák szerint a fiam is. Mondja, maga a sírba akar vinni? Hány kiló maga? 90. De hogy akarom, hát vigye más. Nem szépen, egy ilyen öreg barátban. Hogy tudom szekírozni? Én azt hiszem, maga nem. Hogy mondhat ilyet? Hát direkt rájongok magáért. Mondjuk, ha leesnék a láncidról a Dunába, ki fogna engem? Persze, a Fekete tengernél.